Na sziasztok! Vagyunk egy újabb videóban, és hát aki nagyon ilyen villamosmániás, szóval, hogy kb. Minden részletét tudja, meg régi helyeken, ahol járt, szóval hát aki ilyen, az, hogyha annyit mondok, hogy itt vagyok jelenleg Káposztás megye Szilaspatak megálló helynél, akkor hát az tudni fogja, hogy miért is vagyok itt, és hogy mi található itt. Szóval, nem tudná, régen ugye a 14-es, a 12-es és a, hát ami már megszűnt, 11-es villamos, ugye itt végállomásozott. És hát ugye, amikor meghosszabbították a 14-es vonalát ugye, a mostani végállomásához, akkor ugye ezt, hát megszüntették itt mindent, csak a hűt nyoma van már itt. Ugye, jelenleg úgy néz ki, hogy itt régen, így arra itt végig ment ugye a villamos. Jelenleg, hát nem tudom, minden jel arra utal, hogy valószínűleg, hát ha nem is felszedték a sínt, akkor lebetonozták, mert hát itt ilyen a beton, itt meg ilyen. Szóval hát a két beton az úgy kicsit különbözik egymástól. Szóval hát elég valószínű, hogy hát lebetonozták, ugye hát azért látszik is. Hát ugye egykor úgy jött a villamos, hogy ugye most jelenleg, ugye hát ott megy a villamos így végig, de régen így lefordult, és így jött ugye erre. Na, hát igazából hát, mint látszik, ugye nem sok nyoma van, néhány ilyen kis arra utaló nyom van, hogy itt tényleg régen villamos járható, ugye itt is hát itt már beton itt megszűnt, most nem tudom, már csak fű van, úgyhogy igen. Na, hát ugye itt jött régen villamos, ugye onnan jött, és így, íze, ki ugye oda, ahol most is megy jelenleg a villamos ott, és igazából nem tudom, hogy ez a mostani szolgálatban lévő valami kábeleknek, ugye hát nyilván valami közlekedési lámpáknak a burkoló, vagy hát illetve ugye ez alatt vannak ugye be a föld alatt, nem tudom, hogy ez mostani meglévőknek a fedele, illetve még van itt egy érdekes dolog, hát nem tudom, hogy mi akar ez lenni, de érdekes. Hát látszólag ez régi, mivel azért a rozsda már látszik rajta, az meglátszik rajta, úgyhogy valószínű ez nem mostani, nem is pár éves építmény itt, illetve még itt is van egy ilyen kis furcsaság, itt is egy ilyen fedel van itt, illetve itt ez egy fém, ez meg valami, nem tudom, mi akar lenni, de ez is érdekes. Ugye hát egykor ugye így jött a villamos, és így gyorsan oda be, és van itt, hát nem tudom, elvileg idáig nem jött ki a villamos, mert hogy ezen az úton itt nem jött ki, de még találtam ilyen oszlopokat, illetve nem is oszlop, hanem ilyen korlát, ami azért meglátszik ezen is, hogy ez sem pár éves építmény, mármint hogy nem pár éve rakták valószínűleg ide, de hát nem tudom, mert elvileg, legalábbis a felvételken, ahogy láttam itt, nem így jött a villamos, legalábbis így nem jött. Szóval, hát nem tudom. Ez lehet, hogy nem is a villamoshoz köthető dolog, hanem ez más, ami régi dolog, esetleg az is lehet, hogy hát, hogy ugye régen is itt járt a busz, és elkülönítette, hogy hát, hogyha hát nem menjenek be a villamos az emberek, illetve hát nem tudom. Illetve még ugye itt is van egy sor. Illetve még találtam itt olyanokat, hogy például itt egy ilyen kis, hát nem is tudom mi ez. Meg itt végig ilyen padsor, hát amelyik nem sok pad van, hát mert ezen is látszik, hogy elrolta. De hát itt végig ugye egykori padoknak a helyei. Illetve itt megvan egy fa, konkrétan csak egy rönt darab, de hát ez nem sokat jelképez. Hát nem tudom, hogy ez is valami célt szolgált el esetleg. Hát a villamosnak biztos nem, mert hát igazából erre nem hiszem, hogy jött. Főleg itt, ahol most hát rendes út van, ugye? Szóval nem tudom. Ezek a padok, hát aztán lehet, hogy régen itt még rendes autóút volt, és itt egykor még esetleg a busz jött. Főleg, hogy
Hát például ez a lámpaoszlop is itt, ugye semmi közepén, az is így kicsit, hát nem a legilyen érdekesebb látomány, mint szerintem érdekes, csak hát elég furcsa, így konkrétan és semmi közepén, hát nagyon nagy célt nem szolgálnak itt is, ha így csak így vannak tulajdonképpen, és így nagyon nagy jelentőségük nincs. Max annyi, hogy világítanak este, ha világítanak. De hát nem tudom. Na és akkor még itt van egy kis érdekesség, hogy hát itt van egy oszlop. Hát nem tudom, valami közlekedési lámpaoszlopa, mert hát látszik is benne ugye a látszik benne ugye ott még egykor ilyen kábelek, meg egyéb más dolgok voltak benne. Hát ez jelenleg egy. Szóval ez már csak ugye egy ilyen kis oszlop, nagyon célja nincsen itt. És így békkel is fedel. Tehát nem tudom, hogy ez valami célja van-e, de hát itt egy ilyen érintésre fának kitűnő kinéző dolog, de hát ennek semmi értelme itt, szóval hát ez nem tudom mi. Itt is van egy ilyen kis, gondolom, ami lámpa volt régen. Itt is a benső maradványok, ugye. Ugye régen a villamos így jött, és ment oda be. Na, hát ugye idáig jött be a villamos. És nem tudom, hogy ezek maradványok-e, vagy nem tudom, mert itt vannak ilyen kövek ugye itt is, hogy... Nem tudom mi ez valami... Először azt hittem, hogy tábla, de hát nem tudom, ami fán lévő ilyen fém dolog. Illetve itt is van egy tégla. Na, hát de lényegében ennyi volt ez a videó, hát nagyon már... Mit nincs bemutatnom, de hát nagyon sok dolgot nem nagyon találtam, szóval annyi minden nincs itt, szóval annyi ugye, tehát jelenleg a 20-126, meg ilyen buszoknak a végállomása van itt, szóval van itt pár érdekesség, ugye hát nyugodtan kijöttek ti is megnézni, de hát akkor én itt köszönnék, és ennyi is volt ez a videó, szóval sziasztok!